A rossz idő ellenére mindhárom csapat pályára lépett Csikostöttösön, ahol a dombóvári és a csikostöttösi öregfiúk csapata mérkőzött meg a horvátországi Antalfalva öregfiúk csapatával. Szép számmal részt vesz mindenkiben, három csapatos forduló lesz. Ahogy mondtam, az Antunováci öregfiúk csapata van itt, a dombóvári vasúti csomópont öregfiúk csapata és a dombóvár csikostöttösi öregfiúk csapata vesz részt. Ezért a mai napra kitűzött három kupáért, hogy mindenki nyertesen, izőjelben nyertesen távozhasson. Évente érkeznek Csikostöttösre a horvát településekről, idén Antalfalva településének öregfiúk csapata látogatott el a településre. A hármas torna célja a barátságok elmélyítése volt. Nekünk Magyarország egy szomszédos, és ami a legfontosabb, egy baráti ország, és úgy, ahogy gazdaságilag együtt szeretnénk működni, úgy sport szempontjából is folytatni szeretnénk ezt az együttműködést, mondta Dragó Horvát, Horvátország pécsi főkonzulja. A meccseket a horvát-magyar barátság és a települések közötti összetartás erősítése érdekében rendezték meg.